Véget ért a kétnapos tanácskozás az uniós vezetők és Törökország között a migránsválság kezeléséről. Történelmi jelentőségű megállapodás született, szögezte le Ahmet Davutoğlu. A török kormányfő úgy fogalmazott, ország a közös sorson, közös kihívásokon és közös jövőn osztozik az Európai Unióval. A két fél megállapodott abban, hogy az Unió több tízezer olyan bevándorlót küld vissza Törökországba menedékkérvényük elbírálása után, akik illegálisan keltek át a törököktől Görögországba. A megállapodás tervezet szerint minden visszafogadott migránsért az EU egy szíriai menekültet fogad be közvetlenül Törökországból. First of all, I have to emphasize that we are working here in Brussels and in the past also in the previous summits for a humanitarian issue. For us, for Turkey, refugee issue is not an issue of bargaining, but an issue of value, all humanitarian values as well as European values. Turkey has received 2.7 million refugees without any significant assistance from anywhere. Egy utolsó nagy roham elkerülése érdekében már vasárnap életbe léphet az új szabály a migránsok törökországi visszaszállításáról. Cserében Ankara a már korábban megígért 3 milliárd eurón felül újabb 3 milliárdot kap az Európai Uniótól annak érdekében, hogy a saját határainál feltartóztassa a migránsokat, vagyis ne engedje őket belépni Görögországba. Az Unió felgyorsítja a kifizetéseket, a pénz pedig a civil és nemzetközi szervezeteknek utalja, amelyek közvetlenül foglalkoznak a menekültekkel. Az európai vezetők azt is megígérték, hogy június végéig megnyitnak egy csatlakozási tárgyalási fejezetet Törökország előtt, mégpedig a költségvetésről szólót. A tárgyalófelek úgy vélik, a tanácskozáson sikerült tisztességes egyezményt kötni a menekültválság jelentette költségek és terhek megosztásáról. Magyarországnak sem kell semmilyen kötelezettséget vállalnia, amely elviselhetetlen terheket róna az országra. Az volt a lényeg, hogy ez egy olyan rendszerben történjen, amiből nem következik, hogy Magyarországnak bárkit be kellene fogadni, akit ő nem akar. Tehát semmilyen kötelező bevándorló szétosztási elem nem szerepel a dokumentumban, épp ellenkezőleg minden egyes passzusnál, amely erre a megoldásra vonatkozik, külön és hangsúlyosan szerepel, hogy csak önkéntesen. Akkor veszünk benne részt, hogyha akarunk. Orbán Viktor elmondta, magyar szempontból kitüntetett helyen szerepelt a nyugat-balkáni országok, közöttük Macedónia minden áron történő segítése és határvédelmi képességének fenntartása. A magyar kormányfő utalt arra a magyar diplomáciai célra is, hogy Ukrajna, mint arról Brüsszelben előzetes egyezség született, előbb jut majd vízummentességhez, mint Törökország.